anyuka, ott fekszik az árokparton. Azt mondta rám, hogy köszön. Ejj de gága gezeliba. Mit csinálok én? Na gyere ide szépen. Ugye éhes vagy? Ugye elfelejted kiajtani az élusra, fiam? Igenis, elfelejted! Még, tesszék meg szímogatni. Látod, kisnibám, milyen keserű sora van manapság a magamfajt őszvegyasszonynak? Ami kevéske búza, kukorica megterem a földemet, az dézs már beviszi a döbrögi uraság. Ennek a vármegyének a gonosz ura. De uram, teremtöm, mit beszélek? Itt még a falnak is füle van. Az Isten áldja meg jóságos urunkat, nemes szívű, jótékony vitéz, döbrög falvi, döbrögi méltóságos urat, ami édesapánkat. Meg kell adni neki a tisztességet, mert még meg is botozta. Micsoda fél összeleg asszony? Mit gelgogsz te? Mit csinálok én? Elhallgass te! Kapjál a tűz, kapjál! Kapjál a tűz! Matyik, segíts! Matyikám, te meg itt vagy. Tűvé tettem érted a házat. Na gyere ide szépen, segíts öreg anyádnak. Hozz egy kis friss vizet a kútról, aztán kaszáld le a vicernek. Mire? Jaj, Matyikám, mi lesz így belőled? Nem kéne valami hasznos dologgal eltölteni a drága időt? De anyám, én még csak gyerek vagyok. Különben is megvan a magam elfoglaltsága, nem? Persze. Nyáron a legyeket hajtod a lábad szárára letermet a sökörpartóróval. Télen pedig a kemence mellett, a fűtőkbe, üld egész napokat, csak bámulsz a világba. Világba! Még ha kimozdulnál itthonról, de te nem mész sehová. Még a libák legeltetését sem bízhatom rá tavasztól őszig. Majd eljön az is, lehet, hogy nem sokára. Legyen anyám türelemmel. Más hason szőrű gyerek már rég segít az anyjának. De te... De anyám, én még fejlődésben vagyok. Mondtam már. Mondtad. Én meg mondanám, hogy nézz tükörbe. De nincs. Az sincs. Ha rajtad múlik, semmi sem lesz ebben a keserdes életben. Nem biztos az anyám. Isten útja egy kiszámíthatatlanok. Azok igen, de a tér nagyon is kiszámíthatok. Mintha szálas falra hintenék borsót. Meglátja anyám, egyszer büszke lesz még nem. Még szemtelen kecsis. Lódulj a szemem előtt. Tudta az orrát a faluból. Jó, itt nekem! Azt se tudod, mi van a dombon túl. Miféle dombon? A
Azon mi? Mi onnan szoktunk rácsodálkozni a világra? Fölmersz jönni oda velük? Anyám szerint elég nagy vagyok már. Na, gyerünk. Hú, eső lesz! Már miért lenne? Hiszen 7 ágra süt a nap. Hát nem látjátok arra, milyen sötét az ég alja? Ó, te oktondi, azok nem felhők, hanem a messzi hegyek vonulata. Meglátszik, hogy a kertkapun túl sűrűn nem jutottál. Annak a hegynek a lábánál áll, urunk, Székesvárosa, a híres, nevezetes Döbrög. Jövő héten hatalmas vásárra készülnek. Már kidoboltatták az egész vármegyében, sőt, még azon is túl. Lesz ott felhajtás? Nekem azt látnom kell. Mit? Hát a felhajtást, a forgatagot. Mindent, amit egy-két azokon feltakar. Már tudom is, hogyan. Anyám, édesanyám! Mi van te, naplopó? Elmegyek a Döbrögi vásárba. Eladom a ludakat. Eladod ám siveged alól a tetveket. Hát nem azért nevelte őket, hogy a vásáron pénzt keressen velem. Azért persze. Kell venni télire ezt a... De én szeretném őket kiajtani a vására. Pedig érzem, jól tettet tudnék csinálni. Idővel még híres kupec is válhatna belőle. Kalibát nem mutogathatnám, mint csodalibát. Nem csináltál semmit egész nyáron. Most meg vásárba mennél. Te, lépítő. Először itt van kéne dologhoz látni. Múltkor anyám mondta, hogy még a libákon sem felügyelem. Főzést, amikor már segíteni akarok. Kedvem egyszer. Hol itt az igazság? Én csak attól tartok, hogy rásednek. Semmi tapasztalatot sincs még az életben. De van akaratom és kitartásom. Az biztos. Senki sem képes a tornácról úgy bemondja a gémes kutat, mint te. Ha nem hagyja, hogy saját lábam rájön, soha nem fogok boldogulni az életben. Csak néhány libát fog vigyek el, nem fog csalatkozni be.
Nem irigyd el magát. Jó létére, tószál számot állok. Muszáj sajnos. A férjem a tavaszdombákhoz. 8 gyerekem van otthon. Élni kell. Nehogy azt mondják, hogy ezeket magad csinálta. Ezeket majd mindent még az uram csinálta. Bár a legnagyobb fiú már elég ügyesen válik a bőrrel. Megszállt az apja mellett. Valamiből elő kell teremteni a betevőt. Úgy van. Főleg így, hogy az uraság mondja meg, miért nem tudja a szemben. Még a királyság sem tudja, hogy a népen többeit adnak meg nálam. Volt az ura így csinál. Mire vagy azt mondja, most is dolgozik. Henné, az csak nem otthon, hanem a többeli szemlőszében. Jaj, nem tudtam. Múlt héten az uraság magához szivatta, hogy új csizma kellene neki télire. Ez a pukkal jóság. Olyan keveset akart adni a rábeléért, hogy azt mondta az uram neki. Még a főistőbe van annál, ezt ő ugye nem érdekelte. Azt mondta, hogy itt ő a főnök, és le, bezárat az egész. Azt csinál velünk, amit akar. Jöhetne már valaki, aki egy kicsit meg lesz készleti. Tudja meg végre, mi az igazi igazság. Úgy hallom, már jön és az imádott nagyon. Szeretünk befeltetni magát. Ne is mondja! Bezárhatjuk a boltot! Vége a szabad vásárnak!
tekercse való, nem? Adj neki, az dob ki! De nagyságos úr, nem kéne inkább elfordulni, sincs még átfordulni. Na, ezt nem rám maradjon nálunk ebédre. Az asztalnál megbeszéljük majd a dolgokat. Asszom, Amália, terítsetek meg gyorsan, vendég érkezett! Kit tisztelték a vendégben? Ki vagy te, cifra idegen? Ki itt áll szemben velem? Ingen, az italiano, az italiano,
többéken segíteni neked. Tanítson engem orvoslásra! Talán felcsér akarsz lenni? Dehogy! Csak egy betegnek akarnám ellátni a baját. Tanítson meg az ismert javaját nevére, hasznos füvetre, porokra, kenőcsökre. Milyen szerszámokat használ egy orvén, mit tesz a sebre, ilyesmire. Mert múltkor híven szolgáltál, segítek neked. Ám ehhez idő kell. Meddig maradsz? Legfeljebb 2 hétig. Na gyere!
fiatalember? Van-e annyi pénzed? Még nincs. Ha eladom a fecskét, lesz bőven. Miféle kecskét? Bőven jelölt. Nem kecskét, hanem fecskét. Ilyen biztos vagy benne, hogy el tudod adni. Ele, várj, hogy a leggyorsabb rovat, ne tudnál oda. Toni szem. Bajtás, egy szóra! Melyik lenne a fogadó? Ott a szélén. Az a nyálkához kötöz a talmány. Mennyit kérsz érte? 100 aranyat árul. Máshol egy évtized lehet kapni. Ha bebizonyítod, hogy csak ugyanolyan gyors, megveszem tőle. Hogyan bizonyítod? Hát módja éppen volna. Ott látod Döbrögi hálát? Ott tücsörög a furasság a kornán. Állj elé, az kiállt el magam. Én vagyok a mutatóra. A harmadik verést kiakösszem. Jön be rajta. Aztán húsz, pattanóra, és megtart. Mert ha utolérnek, babakkát sem ér az életet. Nem figyelj semmi. Tessék, 10 arany előlegnek. Csak ugyan te vagy a utas, megteszem néked előleg nélkül is. Egyébként is. Ha elmondom, mit ér a 10 arany? Nem ebből lesz meg a harmadik. Ebből hajtás, ebből. Megmutattátok a vásárt? Előkerült már az a harabia? Jelentek alásban több tucat is. Mi? Eddig 47-en vallották deres alatt magukról, hogy ők a lutasnak is. Igen! Köztük a monostori prépost is. Majdnem kiátkoztak miatta te! Hogy menjek így ki a nép közé? Azért vannak a katonák. Tudd meg, Ludasnaki én vagyok, a harmadik verés dolgába jöttem! Mit álltok itt, osztártyátok a bombakopátokat? Utána! 11 ilyen kapja! Mit 10, 100, mit 100, 1000! Fogjátok el, gondoljátok fel! Ne kegyelmezzetek neki! Mit a úrra? Nem fogják azt el! Hogy kerülsz te ide? Úgy, hogy akit kegyelmezzetek! Ott majd megváltozik.